A Magyar Hősök Szabaduló Színház című előadás történetében öt középiskolás diák vállalkozik arra, hogy tanáruk vezetésével egy rendhagyó történelem óra keretében ellátogassanak egy speciális szabadulószobába, a 20. század arénába. Én egy történelem tanárt játszom, német történelem szakos tanárt, aki elhozza a gyerekeket egy úgynevezett szabadulószobába, hogy ezáltal megmutassa neki néhány 20. századi hősnek a sorsát, az életét, hogy ne csak a telefonjaikat piszkálják, hanem legyen valami tapasztalatuk ezeknek az embereknek a sorsából. Mert tulajdonképpen végül is ez a szüleiknek az élete is lehet akár, vagy lehetett. Vannak benne időbeli ugrások, de ezt az ügyes díszlet megoldja a lapozással például. Ez a szabaduló szoba tulajdonképpen csak egy eszköz, de egy elég jó eszköz arra, hogy valami szeletét megismerjék a történelemnek. Én nagyon bizakodó vagyok, meg optimista, meg hát nagyon örömmel tapasztaljuk, hogy özönlenek a fiatalok ezekre az előadásokra, és érdekli őket, és állítattal nézik, és elgondolkodnak, és utána beszélgetnek róla. Mit fognak csinálni? Ki fognak minket végezni? Hát azt nem tudom, de az biztos, hogy egy konkrétabb és veszélyesebb világot fognak megismerni, ahol olykor felelősséget kell vállalni, néha súlyos döntéseket kell meghozni. Nem úgy, mint maguknak manapság. A való élet, a történelem néha a legbrutálisabb akadálypálya, amelyben a szereplőknek egykor életre halálra kellett küzdeniük. Ezekkel a szavakkal fogadja a titokzatos rendező az öt középiskolás diákot és tanárukat a 20. század aréna diktatúrák szorításában nevet viselő szabadulószobába. Két karakterem van az előadásban, az egyik Karcsi, ő a tanár úrnak az osztályába jár, a másik pedig Olofszon Károly, azaz ismertebb nevén Placid atya, akit koholt vádak alapján elvisznek a gulágra és 10 évig fogva tartják. Szerintem Szabó Borbála, a darabírója, nagyon jól felépítette. A dramaturgiája az előadás cselekményének úgy indul, hogy egy középiskolás töri tanár elviszi a diákjait egy történelem tematikájú szabadulószobába, és aztán ott van az elején egy eléggé hosszú jelenetünk arra, hogy megismerjék. Igazából önmagukat látják a diákok, mert mi ott az elején diákokat játszunk. Ezzel szerintem már eleve a távolság egy picikét megszűnik közöttük, mert nem egy rendhagyó irodalomórát akarunk nekik tartani, meg nem egy rendhagyó történelemórát, és aztán már kellő idő után, miután úgy van felépítve a darab tematikája, hogy beszippantsa őket, na akkor elevenedik meg a történelem, és azáltal, hogy mindegyikünk, aki középiskolás játszik, mindegyikünknek van egy történelmi karaktere, szerintem ez is egy jó találmány ahhoz, hogy közelebb kerülhessen, és van szerintem egy harmadik, egy fontos tényező, az, hogy ezek nem kanonizált személyek, ezek húsvér, élő, hétköznapi emberek voltak. Szóval talán attól is közelebb kerülhet hozzájuk, hogy nem fekete-fehér fényképek a történelemkönyvből, nem politikusok vagy ismert emberek, hanem lehettek akár az ő nagyszüleik is. És szerintem ez az egyik fontos kulcsa a dolognak. A második világháborútól a magyar vészkorszakig egy elég széles palettát mutat be az előadás, és a darab szerkezete is ennyire sokszínű és változatos és szilánkos, és ezek, mint a kaleidoszkópban a szilánkok, a darab végére, mint a puzzle-be a kirakós, ezek összeállnak. És a nézőknek is, úgy, mint a diákoknak, úgy a pedagógusoknak is, a végén lesz egy ilyen wow élmény, egy ilyen rácsodálkozása, mert hogy mindegyikünk, akiknek van egy-egy történelmi karaktere, ez 3 részre van szabdalva, és nem lineárisan egymást követik a jelenetek, hanem a karaktereknek a jelenetei, azok úgy váltogatják egymást, hogy mi lineárisan egy ívet 3 részből összerakunk, de nem úgy jön, hogy 1, 2, 3, hanem az 1 és a 2 között neki van az 1, és a 2 és a 3 között neki van a 3, és a végén ezek egyszerre állnak össze. A megjelenő karakterek olyan hétköznapi emberek, akik emberiségükkel, együttérzésük, hazaszeretetük vagy hitük szerint a legnehezebb pillanatokban tudtuk nélkül hőssé váltak, akár saját életük feláldozásával. Van a gulágra elhurcolt pap karaktere, akkor van benne Salkaházisára, akinek nemrég adták ki a naplóját,
akkor van benne Gérec Attila, 20. századi költő, őt például Csúlya Imre játssza, aki egyébként meg Kozma Géza történelem szakos tanár, van benne Richter Gedeon, szóval nagyon sokféle figurát felmutatunk, és sok figurának, illetve hát nem is figurának, sok embernek az életútjába tekinthetnek be a nézők. Fontos látni olyan történelmi példákat, amik kézzelfoghatóak, és igazából bármelyikünk lehetne hős, vagy bármelyikünk dönthet egy adott helyzetben, vagy egy adott szituációban jól és rosszul. És nagyon jó, hogy van olyan előadás, ami felmutat olyan egyszerű, de valódi példákat, amik olyan minták lehetnek, akár a minket most körülvevő világban, akár a távoli, remélhetőleg inkább távoli, mint közeljövőben, amik, hogyha adnak egy asszociációs lehetőséget, vagy egy olyan mintát, ami példaértékű, és ez beépülhet a nézők közül, akár csak egy emberbe is, akkor már megérte. Mi? Nem tévedek. Szerzetes ide, azok nem férfiak szoktak lenni? Mi testvéreknek szólítjuk magunkat, de már szóval apácák. A Magyar Hősök Szabaduló Színház című darab a fiatalok nyelvén nyújt számukra valódi élményt és gyarapítja a 20. századi magyar történelemről meglévő ismereteiket. Én Salkaházi Sárát játszom, akit a Dunában lőtt apácaként is szoktak emlegetni, és az az érdekes ebben a karakterben, hogy ő eleinte, Salkaházi Sára, körülbelül 100 évvel ezelőtt már egy nagyon modern nőnek számított, tehát úgy kell érteni, hogy ő például tanítóképzőt végzett, újságokba írt, nadrágot hordott, kocsmákba járt, tehát ilyen nagyon bohém életet élt, és ilyen nagyon nagyvilági nő volt, és utána mégis így a hivatását azt apácaként találta meg, ez egy elég nagy párfordulás szerintem, úgyhogy ezt nagyon érdekes a színpadon is megjeleníteni. Én azt hallottam, hogy nagyon megfogja őket, és ami a legfontosabb, hogy el is gondolkoznak, és elkezdenek erről beszélgetni, tehát hazamennek az előadás után, és ez is volt az egyik célja ennek az előadásnak, amikor készítettük, hogy a fiatalok otthon elkezdjenek erről beszélgetni, és pont azt mutatja meg az előadás, hogy ezek a történetek mindenkinél így vagy úgy, de megjelenhetnek a családjukban visszamenőlegesen, és én azt vettem észre, hogy erről elindul egy diskurzus, ami szerintem nagyon fontos. A darab 6 hétköznapi hős sorsának szokatlan nézőpontból történő bemutatásán keresztül segíti a középiskolás diákokat a történelem megértésében. Maga az előadás interaktív, mert hogy maga a díszlet egy könyv. Mert a kiinduló pont is könyv, tehát a Magyar Hősök című könyv, és azt álltam ki, hogy a díszlet olyan legyen, hogy lapoznak, mint hogyha egy könyvet lapoznának. Tehát az elején véletlenszerűen kiválasztódnak a szereplők, persze nem véletlenszerűen, de kiválasztódnak, de hogy közben ugye mindegyik jelenet más helyszínen játszódik. De más helyszín az úgy jelenik meg, hogy más vetített háttérrel. Minden helyszínen színpadra kell alkalmazni a dolgot. Tehát, hogy maga az előadás önmagában nem működik a helyi berendezés és a helyi technika nélkül. Tehát így össze kell hozni, hogy mit használunk a helyi cuccokból, mi az, amit meghozunk hozzá. Nos, a nagy részét hozzuk, de azért ez egy folyamatosan változó entitás, tehát hogy ez azért nem megy magától.